Dobogdányban, a művelődési házban emlékezett meg a falu közössége az 1848-as eseményekről. A rendezvényt a Zeneiskola fuvolzenekarának indulói vezették fel, majd a mintegy 130 fős közönség a zenekar kíséretével közösen elénekelte a himnuszt. A község ünnepély a helyi általános iskola 5. osztályos növendékeinek táncával folytatódott. A reformkor hangulatát a korszak bájain műsorra tűzött, Erkel Ferenc Hunyadi László című operájából ismert palotása idézte meg. Ezt követően az est szónoka, Báráti Bence alpolgármester történész mondta el ünnepi beszédét. Arra a napra emlékezünk, amelyre különösen igaz Friedrich Schiller megállapítása, mely szerint vannak az ember életében pillanatok, amikor közelebb van a világszellemhez, mint máskor. Ilyenkor magyarságunkat erősebben megéljük, mint általában a hétköznapokban. Március 15-e nem osztja meg a magyar társadalmat, mint Brüsszel, az olimpia vagy egy atomerőmű építése. Ez a nap az erő, amelyet úgy hívunk összefogás. A 19. század derekán a jobb és szabadabb élet reményében tenni akaró emberek akaratát összekovácsolta, erejét megsokszorozta a lehetőség és az esély a változásra. Bánáti Bence feltette a kérdést, ha mai helyzet megkívánna egy forradalmat, a jelenkor embere vajon hogy reagálna? A véleménynyilvánítás mai eszközeivel nap mint nap él mindenki, ott az internet, a Facebook, mindent le lehet írni, lehet félelmet kelteni az emberekben, befolyásolni vagy megnevettetni őket. De ha a konkrét esemény jönne szembe, legtöbben nem kockáztatnák életüket, megszerzett javaikat, mutatott rá. Az alpolgármester hozzátette, őseink elsősorban abban különböztek tőlünk, hogy megtapasztalták, milyen az, ha valamiért meg kell harcolniuk. Nem esett az ölükbe magától minden. Tőkécki László tanár az egyik egyetemi órán azt mondta nekünk, hogy az élet nem más, mint az egyenlőtlen és kölcsönös függések rendszere. Ő ezt azzal indokolta, hogy nincs független ember, így például nincs független politikus sem. És ha jobban magunkba nézünk, be kell látnunk, van benne igazság. Mindenki függ valamitől, Istentől, hazától, családtól, vagy éppen a főnökétől. Demokratikus államban élünk, de nincs szabadság. Osztrák sereg híján most igába hajt a munka, a hitelek, vagy az önös érdekek. Folyamatos önsajnálatban élünk, és a leggyakrabban azon kesergünk, hogy mi lett volna, ha, vagy miért pont velem történik mindez. Ha a márciusi ifjak hasonlóképpen gondolkodtak volna, nem előre, hanem hátrafelé tekintettek volna, akkor mi ma nem lennénk itt, és nem ünnepelnénk. Korunkban szokás a külsőségekben megélni a magyarságunkat. Bánáti Bence hangsúlyozta, a jelszó ettől függetlenül helyes, magyar vagyok. Ami azonban azt jelenti, hogy az ember ismeri a magyar történelmet és tanul belőle. Most nincs háború és nem kell hangzatos jelszavakat kántálni, de van meg annyi gond, ami az embereket gyötri. A dolgunk, hogy segítsünk, ez a hazafiság, tette hozzá. 26 évvel ezelőtt ugyanezen a napon, ugyanezen a színpadon álltunk osztálytársaimmal. Akkori hatodikosként mi adtuk az ünnepi műsort. Petőfi Sándor Lenkei Százada című versét szavaltuk el. Ez a hosszú vers egy századnyi magyar katonáról szól, akik Lengyelföldön állomásoztak, amikor itthon kitör a forradalom és a szabadságharc. Ennek hírére rögtön lóra ülnek, és a parancsot megtagadva hazajönnek, hogy a hazát védjék. A béke helyett a háborút választották, mert tudták, hogy néha a nehezebb út messzebbre vezet. A mai nap azt mutatja meg nekünk, hogy talán a mai embernek is ez lenne az üdvös. Nem mindig a könnyebbet, az egyszerűbbet, az olcsóbbat választani. A gyermekeknek elmagyarázni, hogy néha a kevesebb több, a nehezebb hatékonyabb, valamint az alázat és a becsület jó tartást és egyenes gerincet ad a felnőtt korhoz.
Bánáti Bence elmondta, az 1848-as, 1849-es eseményeket alaposan feldolgozta a történettudomány, a szónoklatok sok újat nem tudnak hozzátenni. Ezért érdemes inkább az ünnephez történő saját viszonyulásunkat átgondolni, hogy az ne csak a munkaszüneti napot, ne csak a fekete-fehéret, a jót-rosszat, hanem a köztelévő 16 millió árnyalatot is jelentse. Ne egyszerűsítsük, degradáljuk le ezt a napot, ezt az ünnepet puszta tényekre, hanem emeljük föl jól megérdemelt magasságába. Ne legyünk közönyösek, és ne menjünk el mellette becsukott szemmel. Nekünk ma már szerencsére nem kell kardot rántanunk, fegyvert fognunk, hogy céljainkat elérjük. De van más dolgunk, és az ügy, amelyért harcolunk, szinte ugyanaz, mint 169 évvel ezelőtt. Tegyünk hát együtt érte, mi mindannyian. Együtt képesek vagyunk jobbá tenni a világot, és akkor végre tiszta szívvel kimondhatjuk, magyar vagyok. És tudni fogjuk, hogy jogosan jelentjük ki ezt. A szónoklat után a helyi általános iskola 7. osztálya adott ünnepi műsort. A dramatizált jelenetek felidézték az 1848. március 15-én zajló pest-budai eseményeket. Mi mire várunk? Kövessük a bécsi társaink példáját! Íme a forradalom pörgetege! És mi tétovázunk? Nem! Cselekedni fogunk! Petőfinek igaza van! Nem tétovázhatunk tovább! A tömegeire vár! Nekünk kell megölni ezt a jelet! Az eszme magában semmi, hanem jár kézenfogva a tettel! Tartsátok tiszteletben a napot, melyen a népszava először megszólal! Március 15-e az! Írjátok föl szívetekbe, el ne feledjétek! A magyar nemzet szabadsága e naptól kezdődik! Nép! Dicső kiszenvedett nép! Ó, emeld föl homlokod, nézz az égre Istenedhez, s köszönd meg e napot, s kiásd el, hogy reáll-e, hújanak a koronák, s hallja meg ég, pokol, s föld, éljen a köztársaság. A jeleneteket zenés bejátszások váltották, a fellépők nemzeti színű zászlókkal koreografált táncszerű életképeket vittek színre.